Márti! Nem baj! Az ifjúságot neveljétek rendben! Jó, igyekszünk! Köszöntöm a tisztelt megjelenteket. Először is egy szavalat következik. Felkérem Maszlik Nórát szavalatának megtartására. Móra Ferenc, tűzoltó gyermekimája. Édes jó Istenünk, éjszakád leszállott, szárny alá fogta az egész világot. Alszik a napocska, alszik a szelecske, az eresz alatt ficseri élő fecske. Alszik a sarokban a nádi paripa is, lehunja szemeit a bodor baba is. Alszik meseország, alszik falu város, szerteszít az álom, pillangója száldos. Falunak városnak pihentető elmen, csak apukánk víraszt csendes őrszobáján. Barázdás omlokát a tenyerébe hajtja, gondolatban a mi orcánkat simogatja. Jaj, de hogy riadt fel a harang gondul, tűz muskát itt látni a toronyból. Jaj, hogy kell sietnie, mindent elfeledni, a halál szérén áldott harca kelni. Édes jó Istenünk, világ vírasztója, a mi apukánknak légy oltalmazója.
Tolva szikrácskákat minden öltogassa, alvó szelek szárnyán lekötözve tartsa, hogy a tűt muskázdít ne nyisson, hogy apukánkat reggel ölelhessük itthon. Köszönöm a szavalatot, és most hallgassuk meg együtt a himnuszt. És most felkérem Hasziló Ferenc Kecelváros polgármesterét köszöntőjének megtartásához. Ezen a napon Szent Flórián előtt is tűzoltóink hivatása munkája erőfeszítései előtt tisztelgünk. A tűztől állatok és emberek a kezdetektől fogva tartanak. A pusztító tűztől való rettegés keltette életre egykoron Szent Flóriánnak, Isten tűzoltójának alakját. Katonáit a legszörnyűbb tűzhaláltól mentette meg, kilátástalan helyzetből fékezve meg a hatalmas tűzvészt. Az ő ember feletti, isteni erejének tulajdonították a tűz elfolytását, és hírét szájról szájra adva teremtették meg legendáját. Nem csak a tűz elleni küzdelem, hanem az árvizek elleni védekezés során is fohászkodtak segítségért. Flórián a folyóban halt mártír halált. Halálának napjáról, május 4-éről a tűzoltók és a természeti erők hatalmától tartó emberek is megemlékeznek, és fejet hajtanak személy előtt, mint az elkötelezett hivatástudat, a munkába vetett hit és a hagyományokhoz való ragaszkodás követendő példája. A keceli tűzoltók is Flórián szellemében az ő eszméjét követve végzik mindazt, amit az emberség, a tisztesség és a becsület megkövetel. Napjainkban már nem csak tüzet oltanak, nem csak árvíz ellen védekeznek, hanem segítik a lakosságot közúti balesetek, robbanások, viharkárok során is. Bár modernebb a technika, mely segíti munkájukat, de több a riasztás, több a tragédia, több a lelkileg nehezen feldolgozható eset. A szakmai tudás és a modern eszközök segítik munkájukat, de nélkülözhetetlenek a megfelelő emberi személyiségjegyek, a nem mindennapi munkabírás és a hivatás tudat. Ez a nap tehát nekik, róluk, értük szól. Kecelváros lakói nevében egy vers idézettel köszöntök valamennyi tűzoltót a mai napon. Mikor recsegve ropogva ég a ház, mikor robbanni készül palackban a gáz, mikor szét kell vágni a roncs autókat, hívjátok a tűzoltókat.
Ha beázik a pince és padlás, ha villámként jön felülről az áldás, ha menteni kell rosszakat és jókat, hívjátok a tűzoltókat. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Megköszönöm polgármester úr szavait, most pedig egy szavalat következik. Felkérem Fábián Andreát szavalatának megtartására. Reményik Sándor, eredj, ha tudsz. Eredj, ha tudsz. Eredj, ha gondolod, hogy valahol, bárhol a nagyvilágon könnyebb lesz majd a sorsot hordanod. Eredj, szállj, mint a fecske délnek, vagy északnak, mint a viharmadár, magasából a mérhetetlen égnek, kémleld a pontot, hol fészekrakó vágyait kibontod. Eredj, ha nem hiszed. Eredj, ha hittelen hiszed, a hontalanság odakünn nem keserűbb, mint ideben. Eredj, ha azt hiszed, hogy odakünn a világban nem ácsol a lelkedből, az érző, élő fából az emlékezés új kereszteket. A lelked csillapuló viharának ezer új hangja támad. Süvít, sikolt, s az emlékezés keresztfájra téged feszít most a honvágy és a bánat. Eredj, ha nem hiszed. Hajdanában mikes sem hitte ezt, ki rabhazában élni nem tudott. Ha esténként a csillagok fürödni a márványtengerbe jártak, meglátogatták az itthoni árnyak. Ha majd úgy látod, hogy minden elveszett, menj őserdőkön, tengereken túlra ajánlani fel két munkás kezed. Menj hát, ha teheted. Itthon maradok én, károgva és sötétem, mint téli varjú a jegenyén. Még nem tudom, jut-e nekem egy nyugalmas sarok, de itthon maradok. Leszek őrlőszú az idegen fában, leszek az aj a felhajtott kupában, az idegen vérben leszek a méreg, mi az ma rút, lappangó féreg, de itthon maradok. Akarok lenni a halálharang, mely temet bár halló fülengbe esent és lázít, visszavenni a miénk. Akarok lenni a gyújtózsinór, a kanóc része, lángra lobbant vér, mely kúszik 100 évig hamuban ében, míg a keservet lőporához ér, és akkor még nem tudom, jut-e nekem egy nyugalmas sarok. De addig varjú a száraz jegenyén, én itthon maradok. Kedves vendégeink, most pedig a kitüntetések átadására kerül sor. Szeretnénk tájékoztatni a tisztelt társaságot, hogy a Bács-Kiskun megyei Tűzoltó Szövetség elnökségének javaslatára a Magyar Tűzoltó Szövetség Gróf Széchenyi Ödön emlékplakettet adományoz Widner Antal hadnagyúrnak, a Keceli Önkéntes Tűzoltó Egyesület tűzoltójának. Az Önkéntes Tűzoltóságok Országos Szövetségének elnökségének javaslatára miniszteri elismerésben részesült Travnyik János, a Keceli Tűzoltóság parancsnoka. Az elismeréseket az érintettek május 6-án Pilisszent Ivánon vehetik át. Kecelváros Önkéntes Tűzoltó Egyesület vezetőségének javaslatára polgármesteri elismerésben részesül Lajkó László önkéntes tűzoltó az elismerést május 3-án veheti át Kecskeméten. Az Önkéntes Tűzoltóság Országos Szövetsége kitüntetéseket adományoz. A kitüntetéseket átadja Travnyik János. Ötosz Kiskereszt Tűzoltó Tagozat aranyfokozat kitüntetésében részesül Csúzi Antal, a Keceli Önkormányzati Tűzoltóság vezetőségi tagja. Ötosz Érdemkereszt Tűzoltó Tagozat bronzfokozat kitüntetésben részesül
Maszlik Károly Zsolt, a Keceli Önkormányzati Tűzoltóság tűzoltója. Ötosz Kiskereszt polgári tagozat ezüst fokozat kitüntetésben részesül Hatvani Gábor, a Keceli Önkormányzati Tűzoltóság vezetőségi tagja. A következőkben pedig szolgálati érmek átadására kerül sor. A Magyar Tűzoltó Szövetség szolgálati érmeket adományoz, a szolgálati érmeket pedig átadja Travnyik János, a Keceli Tűzoltó Egyesület parancsnoka. 40 éves szolgálati érmet adományoz Fejes György úrnak. Huszonöt éves szolgálati érmet adományoz Dobárné Bóna Mónika asszonynak. Éves szolgálati érmet adományoz Sára Péter úrnak. Tíz éves szolgálati érmet adományoz Sárváriné Borbényi Mária Magdolna asszonynak. Éves szolgálati érmet adományoz Szöllősi Melinda asszonynak. Tíz éves szolgálati érmet adományoz Haszilló Ferenc úrnak. Éves szolgálati érmet adományoz Téglás András úrnak. Kecel önkormányzati tűzoltó parancsnokság 20 éves évfordulója alkalmából díszórák átadására kerül sor. Az órákat átadja Fejes György, a parancsnokság elnöke. Díszórában részesül Udvarhelyi István, a parancsnokság vezetőségi tagja. Travnyik János úr, a parancsnokság parancsnoka. Kecel önkormányzati tűzoltó parancsnokság 20 éves évfordulója alkalmából elismerések átadására kerül sor. Parancsnoki dicséretben részesül Holler Róbert, a parancsnokság parancsnok helyettese. Díszórák átadására kerül sor. Sára Péter, a parancsnokság szolgálat parancsnoka.
Sárvári Péter, a parancsnokság gépkocsi vezetője. Travnyik János, a Kecelvárosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület parancsnoka Flórián nap alkalmából díszórákat adományoz Csúzi Péter úrnak, Fejes János úrnak, Kollár Zoltán úrnak, Lajkó László úrnak, Sendula Zoltán úrnak. Megkérném Dobárné Bóna Mónika asszonyt, hogyha itt van, fáradjon a színpadhoz. 25 éves szolgálati érmet adományoz a tűzoltóság. Most pedig koszorúzásra kerül sor, koszorút helyez el Travnyik János, a Keceli Tűzoltóság parancsnoka, Fejes György, a Keceli Tűzoltóság elnöke, Haszilló Ferenc polgármester. Felkérem önöket, foglalják el helyüket a koszorúknál. Ünnepség befejezéseképpen felcsendül a szózat, majd a zászló elvonul. A továbbiakban minden kedves vendégünknek jó szórakozást kívánunk a nap folyamán.
Így vettél. Save me, save me, save me.
Szép is tréfedem,